Itt vagyunk Korfunak a legszebb tengerpartján. Én most eljöttem a tengerpartról, bekerültem ide a hátam mögött lévő nagy hasadék, vagy sziklához. Nem tudom, hogy nevezzem. Szeretem volna behozni a nagy kamerát, de az a helyzet, hogy sajnos az nem vízálló, ezért marad a kölcsön kapott GoPro Hero. Ja, szóval elhagytuk a szállásunkat. Ez az utolsó nap a kirándulásunkból. Ma éjszaka fogunk hazamenni alvás idén, hogy a gyerkőcök nyugodtan tudjanak pihenni, mi meg nyugodtan tudjunk vezetni. Igaz, az éjszakai vezetéssel az a baj, hogy nem nagyon látod a tájat, de szerintem most kiélménykedtük magunkat egy jó ideig. Mondjuk ezt nem lehet megunni. Ellennék itt még vagy jó pár hétig. Találtam magamnak egy kis zárkönyt, és most azon üldögélek itt a hullámok közepette. Hibátlan. Szóval itt vagyunk Korfunak a legszebb tengerpartján, az ötcsillagos tengerpartján, Palaukasztricán. Az előbb nem jutott eszembe ott a nagy sziklánál, de most eszembe jutott, és most ebédelni fogok. Grillezett rákokat választottam, ők lennének azok. One hour later. Túl vagyunk az ebéden, és néhány óra múlva elindulunk haza Magyarország felé. A Albánián keresztül vezet az utunk, úgyhogy most először vissza kell menjünk a kompra, ugyanarra a kompra, amivel ide jöttünk erre a szigetre, és hát utána pontosan még nem tudjuk, vagy, illetve én nem tudom, hogy merre fele fogunk menni. Ez biztos, hogy eléggé kalandos lesz az út, mivel mind a ketten fáradtak vagyunk picit. Úgyhogy még az sincs kizárva, hogy megpróbálunk egy picit valahol aludni. Majd látjuk, hogy bírjuk az estét. Most pedig akkor következzen a kedvenc játékszerem. Nyaralásunk. Elindulunk most már kis hazánk felé, Magyarországra. Találkozunk Makón.
előbb nem tudtam a szigetnek a... Szigetnek? Az előbb nem tudtam a partnak a nevét. Paleokasztricán vagyunk. Egyébként Krétának, ami Korfu.